Halálos áldozatokat is követelt a Babet vihar az Egyesült Királyságban. Egy 80-as éveiben járó nő derbiséri lakásában találták élettelenül halálát valószínűleg az áradások okozták. Egy 57 éves nő holtestét csütörtök délután találták meg a megárat Lee folyóban Skócia keleti részén. Egy kidülő fa pedig forfár közelében vágódott egy furgonba és végzett a benne ülő 56 éves sofőrrel. Az intenzív esőzónával érkezett vihar áradásokat okozott a szigetország több régiójában. Darby is víz alá került. A Nategemséri város 500 házának lakóit kellett evakuálni. Angliában továbbra is több mint 190 árvízvédelmi figyelmeztetés és mintegy 150 árvízriasztás van érvényben. Skócia egyes részein vörös figyelmeztetés van érvényben az extrém időjárás miatt. A hatóságok attól tartanak, a károk mértéke akkora, hogy a helyreállítása nem lesz mód karácsonyig. Az előrejelzések szerint hétfőre az esőzés országszerte enyhülni fog, szárazabb és derűsebb idő várható, de a nagyobb folyók mentén még napokig emelkedni fog a vízszint.